A Bethlen Gábor alap által támogatott pedagógusok és óvónők együttműködésére írt pályázatunk második foglalkozása a kukoricatörés volt, melyet Törökfalu határában található török tanyán szerveztünk meg október 8-án a gyermekhét keretein belül. Ezen a programon a szülők nem csak nézőként, hanem aktívan is részt tudtak venni a munkában. Az azt megelőző hetekben összeállítottuk a programot, egyeztettünk a vendéglátóinkkal, és megvásároltuk a foglalkozáshoz szükséges alapanyagokat. Reggel 8 órára érkeztek a lovasfogatok, mert úgy gondoltuk, az iskolások és óvodások új élményekkel gazdagodnak, ha lovas kocsival érkeznek a tanyára. Nem tévedtünk, a gyerekek nagyon élvezték a kocsikázást. Ferenc és felesége Klárika nagyon vártak már bennünket. A kocsisoknak ajándékkal kedveskedtünk, amiért készségesen fuvarozták a majdnem 50 gyereket a tanyára. Török Ferenc bemutatta a gyerekeknek a kukorica törés technikáját. Régen az úgy volt, hogy reggel 3-kor fölkeltünk, a lovakat megetettük, befogtunk és mentünk kukoricát szedni. Mikor odaértünk a kukorica táblához, akkor pár szárat kivágtunk, mert fáztunk, meggyújtottuk, megmelegettünk, esetleg kukoricát sütöttünk, amit szedtünk, abból nem valami kellemes volt, és mindenki kapott egy-egy sót. Azt kellett szedni, de abban az időben még hajastú szedtük általában, és utána volt a fosztás. Az esténként osztottak, esténként, még a góréba is esténként adták be. Úgyhogy a kukorica most máma, majd mi madzakba kössük a szárat, de régen a saját szárjába kellett kötni. Tehát most a gépeknél ilyen nincs is most már, úgyhogy. Gyula bácsi. Kezemben van itt. Igen, szöveg, ebben lehet majd. Tehát ez volt a kombány tulajdonképpen. Igen. Ugye, ez volt a szédő, ez volt a... Igen, igen. Egy vagy két ujjas. Igen. De még az... hajassal szedték, akkor nem kellett. Akkor nem kellett. Ezt kellett már, amikor fügy itt a... És ezt megmutatnál, hogy hajassan, hogy vették le a... Ez nagyon egyszerűen, csak így megrántottuk. Milyen erős szállat. Régen, tehát szedtük hajassal. Vették le, igen. És hova dobták? A földre. Földre dobtuk. És utána kiszedte össze. A kocsira hátuk fel. Tehát jött kosarakban. A lovaskocsi, és igen, akkor igen, kosárral ugye összegyűjtették. Igen. Most meg majd tisztítva szedjük. És akkor a cövekkel is meg szeretnénk nézni, igen, hogy hogy kellett osztani. Csak ilyen rakásokba tehát dobáljuk, mindig, tehát minden 5-6 lépésben. Úgyhogy nem nehéz, és
Szerette már közületek valaki így kukoricát? Biztosan. Aj, hát nagyon. Profi gyakorlatilag. Profi gyakorlatilag. Akkor az 5 perc alatt beleszed be, úgyhogy. Amennyit csak gondoltok, a 10-et vesztek le, egy 10-et vagy 5-öt, amennyit akartok. Tehát egész az útig vagy arra, mindegy, hogy mőre szedjük. Tehát meg van engedve, hogy ahogy a gazda azt mondta, hogy csak az egészet le lettem. Hát mivel ilyen sok profi van, lehet, hogy az egész le lesz, meg még a szomszédé is. Így van. Ezután a gyerekek két csoportban folytatták a munkát. Az óvodások, az elsősök és a másodikosok, Gere Tünde és Aranyos Szügyi Lívia tanítónőkkel egy megadott területen csuhéjastól szedték le a kukoricát. A harmadik és negyedik osztályosok, Basics Anasztázia és Balog Andrea tanítónőkkel megfosztva szedték a kukoricát, később az idősebb fiúk kipróbálhatták a szárvágást is. Na? Volna a rakásba. Itt van egy vedlehama. Csavard, csavard, csavard. Úgy itt a rakásba. Keresni. Ja, ti így szeditek? Mi így szedjük. Mert kell a csuhéj babának. Aha, értem. Meg az ilyesminek. Úgyhogy... Nehezen fölkik. Vizes. A negyedik sorban nem megyünk, csak a harmadik sorban. Valaki héjjakta. Na, nézzed, kérdezd a fogalmat. Úgy, úgy. Na, megvan szépen a rakásba. Nem látom a rakást. Hol van a mége? Ennyi, nincs. Menjetek a negyedikbe, összeértünk? Össze, gyertek. Második, első, második, te már a jelent. Vigyázzatok! Arra figyelj, nehogy elessél a... Egyesével. Azzal ütöd, emezzel húzod. Sallóval húzod. Jó, de arra figyelj, hogy ne a kukoricára ragd, hanem belülre. Áron, annyi, hogy belülre ragd. Az fog meg, és ragd belülre. Úgy, te is oda belülre ragd. Az első rész egy ismert körjátékkal zárult, melynek címe Lipem lopom a szőlőt. Göblös Péter tanítóbácsi furulyán kísérte a gyerekeket, akik közben el is játszották a történetet. Lipem lopom a szőlőt, el a hangosan zöldesőt, furtott bottal kezébe, vaskalap a fejében.
Meg is van a tőz. Megvan az Áron. Gyerünk vissza a körbe. Szőlőket visszahozod. Szőlőt visszahozod a kosárba. Mindenki szaladám össze-vissza, mert a botta a kezire vágok. Jó. Jó, cika, gyökerben van. Jöjj! Önmagát. Én már alszom. Figyelj, indulunk! Minden lopom a szőlőt, elaludt az eset. Húvarok lopom a kezében, az alap a kezében. Tíz órára ellátogattunk a Berzet anyára, ami a török tanya szomszédságában található. Itt az asszonyok a szülők segítségével a nyári kemencében sütöttek lepényt. A gyerekeknek nagyon tetszett a tejfölös és zsíros lepény forró teával. Lassan. Gazdasszonyt keressük. Jaj, nem is én vagyok a gazdasszony, hanem az Évi. Igen. De azért mit szeretnénk megköszönni, hogy lehetővé tettétek, hogy kijönhessünk, és hogy élvezhessük ezt a tanyai levegőt, úgyhogy nagyon szépen köszönjük is. Hát köszönöm, megláttátok. Mi köszönjük. Nagyon szépen köszönjük. Segítségünk. Nagyon szépen. Hű, hát ez jó. Most akkor szépen megérzett az én. Majd osztjátok a családba, hogy ezt használjuk is, jó? Én nem is kérek vele zsírt, csak fokhagymát. Ki akar zsírosat? Te már voltál. Egy zsíros, a többi tejfölös. Most van kész. Igen. Igen. Még lesz. Lesz. Mondom, hogy rászerelem a lapátra a kamerát. És akkor megél. Elméletileg bírja a hőt. Ha bár a hátulja nincsen. Átmegye. Jó, azért nem hallgattam a nevemre, mert nem vagyok még papos, nem tudom. Jaj, de jó. Ez az jó. Na most már úgy látom, hogy elfogyott. Itt a következő adag. Na, az majd a meredet. Jó lesz a zsíros. Amit a lányok csináltak, mi az, az nektek meg. Na, most már megvan a vizsga, minden. Ilyenkor nem akar, mikor ott a kamera. Nem baj, már minden.
tudom én, mi lett a baj. Sikerült. Miután meguzsonnáztunk, a török tanyán folyt tovább a munka. Az óvodások, az első és második osztályosok, kukorica babát, a harmadik és negyedik osztályosok csuhé babát készítettek. A csuhé baba készítését Bata Balenik mutatta be a gyerekeknek. A kézműves foglalkozáson a gyerekek szüleikkel és tanítójukkal együtt dolgoztak. Fölhúzod, és így marad. Leszeded a bajuszt róla, mert a kislány babák elég csúnyák lesznek bajuszosak. Na ugye, aztán fogod, így a lábad közé szorítod, és beszaggatod a csuhét, de nem úgy, hogy leszakadjon, csak hogy vékonyabb szárú legyen. Én már rakom a szájamat. Majd utána a gyerekek, mert a fiú babát várják, hogy Én már rakom a szájamat. Kinek kell a kisolnám? Mellettülőt segíti. Tehát úgyis párban dolgozom, hogy... Tehát segítetek egymásnak, jó? Tehát kifordítjuk, ami mikor kirászod belőle a kukoricát, akkor itt szépen kifordítod. Máté, fordíts ki! Nekem nem kell fordítani. Fordíts ki! Fábi! Fordítsd! Jó! Úgy, ügyesek vagytok! Szép kerekfeje legyen neki! Nem, szép kerekfeje legyen neki! De! Fiatra teszünk még! Jó lesz! És ez? Jó lesz! Jó! Jó! A programot egy levezető játékkal zártuk. Kukoricat csöveket kellett kosárba dobni, végül osztályunként dicsérő oklevelet osztottunk ki a legjobb kukoricadobóknak. A vendéglátóinknak megköszöntük, hogy ilyen nagy szeretettel fogadták népes csapatunkat. És mi szeretnénk megköszönni mindannyiunk nevébe Török Ferencnek és Klárika néninek, hogy megengedték, hogy itt ezen a tanyán csinálhassunk rendetlenséget, ugye? De mi nagyon élveztük, remélem ti is. Úgyhogy akkor egy nagyon nagy köszönöm szépen, itt akarok hallani. 1, 2, 3 Szívesen! Meg egy kis figyelmességgel köszönjük. Jó, add lelköt volna! Ez egy nagyon... Apróság! A Mónika néninek is köszönjük, hogy... Mónika! Mónika! Itt vagyunk! Gyorsan jöjjön ide! A Mónikát is megtapsoljuk, mert nagyon... Nem is látszott ki a gyerekekben! A foglalkozáson készült munkákat kiállítottuk az iskola előterében. A foglalkozás célja főként a hagyományok és szokások megismertetése, a kukoricatörés elsajátítása, a népi nyelvezet megismerése, népi játékok elsajátítása volt. Az iskolások és az óvodások újabb élményekkel gazdagodtak.